Egy első világháborús katonadallal örvendeztette meg az egybegyűlteket az országos tehetségkutató nyertese. Mészáros János Elek a műsorban megszokott szerénységgel nyugtázta, ismét miatta gyűltek össze az emberek. Az egyébként földmérnökként dolgozó énekes szerint azért kedvelték meg őt, mert hungarikumokkal állt ki a színpadra. Én úgy érzem, hogy elég egysikú, meg nagyon sok egyforma énekes van a magyar piacon, és amit én szeretek, vagy az a stílus, amit én fontosnak tartok, az úgy éreztem, nagyon hiányzik. Nekem legalábbis hiányzott, de ezek szerint másnak is. És nekem tulajdonképpen ebben az egész versenyben az a fontos, hogy azok az értékek, amit én fontosnak tartottam, azok most képesek ebbe az országba győzni. Varga Tamás a megye fennállásának ezredik évfordulójára készült emlékéremmel és egy fehér termékekből összeállított ajándékcsomaggal tolmácsolta a megye összes lakosának nevében jó kívánságait. Nagyon örülünk, hogy János idáig jutott, több okból is, nem csak azért, mert szinte együtt indultunk tavaly, és nem csak a tavalyi fehérvárcsorgói fehér terméket útjára indító közgyűlésnek és a megyenapnak volt vendége János, hanem sokszor és sokat énekelt már itt a megyeházán is rendezvényeinken, amit ezúton is köszönünk neki. Az alcsútdobozi születésű hivatalnok többféle műfajban énekel. Sokszor tűnik fel különböző megyei rendezvényeken, hogy énekhangjával elkápráztassa az érdeklődőket. A Fejér megyei földhivatal munkatársa július 1-jével áll ismét munkába.